Második alkalommal invitálták az érdeklődőket május 8-ára Galgahévízre, a Dobó utcai közösségi ház udvarára a Kemencés nap szervezői. A program délután 2 órakor folklór műsorral vette kezdetét, melyben számos változatos hagyományőrző produkció került bemutatásra. A tavalyi évhez képest idén a mesemondás is nagy szerepet kapott a műsorban. Pintér Zsolt mesemondó, a Galgamenti Művészek Egyesületének elnöke mellett a közönség 8 galgahévízi kisdiáktól is hallhatott egy-egy vidám, tréfás történetet. Nagy ünnepséget tartott egyszer Mátyás király. Gyűltek a vendégek szép számmal, voltak ott nemes urak, szép asszonyok, hordták az ételt, folyt a bor, igen jó volt a hangulat. A nagy vigadalom közben valami módon arra terelődött a szó, vajon miből van legtöbb a világban. Bizony mindenkinek volt egy jó ötlete, összehordtak tücsköt, bogarat, ráadásul mindenki szentül hitte, hogy ő mondja az igazi választ. Végül Mátyás megkérdezte a bolondot is, hogy a sok bölcsesség után hadd halljon valami bolondságot is, de bezzeg a bolond rögtön megmondta, orvosból van legtöbb ezen a világon. Nevettek mind az urak, bolondjukból bolond szél fú, eredte a szobádba, pihent ki magadat. Sok lett a jó bor mára, attól beszél zöldet. A műsorban fellépett a helyi kisbetyártánc csoport mindhárom csapata, a legapróbbaktól az idősebb gyerekekig. Az első és a középső csoport galgamenti táncokat mutatott be, míg a második csoport szatmári, majd somogyi koreográfiával örvendeztette meg a közönséget. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy gondolta, hogy megtiszteli a mai esemény nálunk, a közösségi udvarba és a kemencési napon. Én ezt hagyományőrző, hagyomány tartó és hagyomány értékelőre szerettük volna létrehozni. Úgy veszem észre, hogy a törekvésünk jó volt és jó is lesz, mert egyre többen látogatják ezt a napot, és bízunk benne, hogy jövőre már egy még szebb, még normálisabb környezetben tudunk találkozni, ami igazándiból ki fogja mutatni azt az autentikusságot, ami a hagyományőrzéssel kapcsolatos. A rendezvény forgataga sok érdeklődőt vonzott, ami az ízletes kemencében sült ételek mellett a változatos kísérőprogramoknak is köszönhető volt. Ennek az udvarnak kimondottan az a tulajdonsága, hogy egy autentikus, régi parasztház udvaron, füvön, homokba és porral lehet táncolni. Akik pedig a vendéglátást biztosítják, azok a különböző civil szervezetek, egyesületek. Ez elkezdődik a polgárőrségtől egészen a nyugdíjas hagyományőrzőkig, és természetesen benne vannak az intézményeinknek a csoportjai is, az óvodai konyha, az iskolai felkészítő tanárok, és nagyon örülünk neki, hogy most már helyi kézműveseket is tudunk itt köszönteni, ilyen a mellettünk lévő kecskéshelyek, tehát a Kerekes Ágieknek, Valtiláék, ők sajttal és egyéb termékekkel foglalkoznak. Kedvelik-e az emberek a langallót? Igen, szerintem az egyik legegyszerűbb
étel, ha van rá lehetőség, hogy megsüssék, akkor biztos, hogy lesz benne sikerük, mert ezt nem igazándiból lehet elrontani. A másik viszont az, hogy az az igazság, hogy kemencébe lehet igazándiból jó ízűt sütni. Mitől sül máshogyan a kemencében, mint egy hagyományos tepsibe? Mindenhonnan éri a hő, bár ugye vannak ezek a mindenféle hiper-szuper készülékek, amivel lehet sütni, de mégsem igazándiból. Szerintem valószínű, hogy a füstnek az illata is, vagy tehát nem is tudom, tehát nem igazándiból lehet eldönteni, bár azt mondják, hogy lehet rajta érizni annak a fának az illatát is, amivel esetleg be van fűtve a kemence. A galgahévízi kemencés napon milyen ízű langallót készítenek? Mi kerül a keltésztára? Füstölt szalonna, hagyma, lila hagyma és vörös hagyma vegyesen, tejföl, meg aki kéri, annak sajt. Sajt nélkül a hagyományos, a sajttal az már inkább egy kicsit megturbózott. Áruljuk el, hogy milyen mennyiség készül. Olyan 3-400 szelet lesz körülbelül, és ez azt jelenti, hogy 12 kg liszt, 5 kilónyi szalonna, 5 kilónyi hagyma, körülbelül 5 liter tejföl, egy 3-4 kiló sajt. Úgyhogy végül is annyira nem költséges, és elég sok ember jól lakik belőle. Szeres, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva, hogy ne tudja senki a faluban, miért van a szívem gyászba. Lehullott az orgona virága, sejtavasz akar lenni. Úgy is tudom, hogy a kis angyalom engem akar szeretni. Szeres, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva. Úgy is tudják Hévíz falujába, hogy kinek vagyok párja. Szeres, kedves kis angyalom, hogy ne legyek ilyen árva. Úgy is tudják Hévíz falujába, hogy kinek vagyok párja. A gyerekeknek külön kedveznek programokkal, melyek ezek? A már megszokott népi hagyományjátékok vannak, ahol a gyerekek kipróbálhatják azokat a játékokat, amivel régen játszottak. Ugye hát nem mindig volt azért Facebook és számítógép, tehát sokkal egyszerűbb volt, hogyha az idős emberek, vagy éppenséggel a szülők kitaláltak számukra olyan játékokat, amivel el voltak, és annak is nagyon örülünk, hogy a községünkben most már itt él Zámbó Pityu és Saci a felesége, akik a lovas oktatással foglalkoznak, és így itt lehet és lovagoltatnak, pónilovasztathat. Itt mindent csinálhatnak a gyerekek. Hál' Istennek nagyon jól érzik magukat, és örülünk, hogy egyre többen jönnek erre a rendezvényre. A folklór műsorban ebben az évben egy vendégegyüttes is fellépett. A Domoszlóról érkezett Mátra-aljai Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Jázmin Néptánc Együttese 30 éve működik. Az együttes jelenleg 5 korcsoportban összesen mintegy 100 tagot számlál. A galgahévízi kemencés napra 3 koreográfiával érkeztek. Csoportosan most vagyunk itt először. Tyukodi táncokat táncoltunk, Rimócit, illetve Domaházit. Pont beszélgettünk is erről így az ebéd közben, hogy milyen közvetlenek voltak itt az emberek. Sok a fiatal, sok fiatalt látunk, akik segítenek az időseknek, vagy fordítva, azt így nem tudjuk, de a néni jött kínálni, a fiatalok csinálják az ételeket, úgyhogy abszolút pozitív. Sok helyen látni azért ilyesmit, kiemelkedő. Ez a kis közösség, nem tudom, hogy milyen támogatással, vagy milyen háttérrel csinálták ezt, de nagyon-nagyon szívvel, lélekkel az látszik. De nagyon tetszik, így a település is, meg nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, úgyhogy reméljük jövünk még.
Lébános úr, hogy érzi magát a kemencés napon, Galga Hévízen? Köszönöm szépen, jól. Hát, emberek között mindig jól érzem magamat. Hogy tetszett a folklór műsor? Hát nagyon jó volt, örülök neki, hogy ilyen népi hagyományokat itt ápolják is, mutatják itt a környékbeli is. Sok finom étel közül mit szeretne megkóstolni? Szereti-e a hagyományos ételeket? Hát azzal a baj, hogy igen, nagyon szeretem, és remélem, hogy még lesz alkalmam megkóstolni hát több ételből is. Ismeri a langallót, az most igazán kemencébe sül? Ez még nem. Őszintén mondom, hogy ez még nem. Mit kíván azoknak, akik most nem tudtak eljönni? Hát, hogy a legközelebb alkalommal itt legyenek. Na és mindenkinek jó egészséget kívánok. De ezt szerettük volna igazán, hogy a fiatalságtól egészen az időskorig itt legyenek az emberek Galgahévízen. Természetesen mellé még jöjjenek azok az együttesek, akiket szívesen látunk, és mindig másokat szeretnénk meghívni, és így folyamatosan megismerhetjük a környék és a környéken kívüli kulturális táncokat, hagyományokat, és minden egyebet, ami egy ilyen naphoz hozzátartozik. Az elsődleges szempont én úgy gondolom, hogy az volt, hogy a közösséget össze tudjuk hozni, és még jobban össze tudjunk kovácsolódni itt Galgahévízen. Ez egy általános udvar volt, amiből az álmak kikerültek, és idehoztuk a Néprajzi Múzeumot, és most szeretnénk fejleszteni az udvart. Mindenki tesz érte, az önkormányzat, a képviselőtestület, nyilvánvalóan azok a közhasznú munkások, akik folyamatosan karbatartják, rendezgetik. Ez egy jó udvarnak alakul ki. A későbbiekben itt szeretnénk kialakítani a régi parasztházat keresztfészerrel, színpaddal, hogy egy igazán hagyományőrző kulturális programokat le lehessen bonyolítani, ami ezt természetesen hozzáhoznánk még a különböző olyan jellegű programokat is, mint költészetnapja, májfa, pünkösdörés és stb. Sorolhatnám, amik ezt a tavaszi ünnepkört magába foglalja. Nyilvánvalóan Galgahévíznek van egy felépített kulturális rendszere, a havi rendszerességgel hogyan és mit tudunk csinálni, de ez legyen egy hagyományőrző udvar, ahová ugyanúgy behozzuk a népi mesemondókat, a népi játszóházakat, szeretnénk idehozni majd a születi mulatság, hogy ez egy központi udvar lehessen, és innen lehessen indulni, és ide lehessen érkezni. Én úgy gondolom, hogy az első alkalommal sem voltunk kevesen, most pedig kimondottan kezdünk egyre többen lenni, és szeretik az emberek ezt a rendezvényt, jó egymással beszélgetni, jó együtt lenni. Volt egy idegen, aki megkérdezte, hogy miért nem hozzunk ide több padot, és több sátrat, és asztalokat, mert hogy már az emberek nem igazán tudnak leülni, és figyelemmel kísérni a műsorokat, de mi úgy gondoljuk, hogy mindent idő. Tehát majd, ha ez az autentikus udvar kinövi magát, és akkor meg lesz a szabadtéri színpadunk, és ott megfelelő ülési lehetőség, akkor egy más jelleggel ugyan, de akkor is meg fogjuk hagyni az autentikus udvart, mert hát ez Galgahévíz fénye, és ez volt a múltunk.